Köszöntöm a Székelyföld Televízió nézőit, a február 23-ai napszemlénket láthatják. Rögtön kezdünk, de előbb mutatjuk röviden a tartalmat. Ismét megjelentek a munkagépek a Kossuth Lajos utcában Gyergyószentmiklóson. Kijavítják a gödröket. Hatékonyabb lehet a csoportos panasztétel a magyar közösségeket ért jogsérelmek esetén. Hívja fel a figyelmet a Székely Figyelő. Megújult a borszéki sportcsarnok, így megfelelő körülmények várják a testmozgást kedvelőket. Ismét megjelentek a munkagépek a Kossuth Lajos utcában, Gyergyószentmiklóson. Nem aszfaltozásról van szó ezúttal sem, de járhatóvá teszik a felásott utcát. Késő ősszel töltötték fel legutóbb a Kossuth Lajos utca felásott részeit. Az utóbbi időszak csapadékos időjárása miatt ismét járhatatlan lett az utca. Sokat panaszkodtak miatta a járművezetők. Sikerült meggyőzni a kivitelezőt, hogy beavatkozzon. Tekintette arra, hogy sok egyeztetés után sikerült összehozzuk azt, hogy a cégek visszajöttek a gépjeikkel, ugye, mert mindenkinek megvolt a maga különböző oka, hogy miért nem tudnak itt lenni, jelen lenni a gépekkel. Hát ugye mindenkinek megvolt a probléma, hogy a gépeket javították, és különböző ilyen okokra hivatkozva, de most sikerült újra visszajöjjenek, és elkezdték a Kossuth utca, és úgy végigmennek ott az összes felásott utcákon, ahol probléma van, beavatkozás szükségeltetik. Tekintettel arra, hogy ugye volt a sok esőzés, sajnos ugye megsüllyedtek helyenként a töltések, máshol még sártenger keletkezett, úgyhogy ezt megpróbálják most kezelni, és itt a Kossuth-Lajos utcában pedig mindaddig, ameddig majd rákerül a végleges aszfalt, nem a teljes útburkolatnak az aszfaltozása, hanem a fölvágásnak a visszaszfaltozása. Addig a cégnek volt egy egyessége, hogy ő addig a gödröket, ami keletkeznek, azt ott visszaállítja, hogy ne legyen gödrös az út. Nem csak a Kossuth Lajos utcában történik javítás, beavatkoznak az összes felásott zónában. A Temető utca, a Balázs Pál, a Haladás, a Bucsi negyedben és a negyedekben. Szóval ott az ásások voltak, most megpróbálják visszaállítani azt az állapotot, hogy bár ne legyen gödös, amindaddig, ameddig az aszfaltot rá tudják húzni. Ahogy az időjárás engedi, minden elkezdett munkálat folytatódni fog. Szennyvíz és ivóvíz vezetékeket, esővíz elvezetést is kell még a földbe helyezni idén. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földrengés történt csütörtökön hajnali 2 óra 18 perckor Olténiában, Gorzs megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgás 11 kilométeres mélységben következett be, az epicentruma Krajovától 109, Nagyszebentől 110, Pitestől 145, Temesvártól 158, Kolozsvártól 183, Brassótól 205 kilométerre volt. Gorzs megyében február 13-án a Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengést jegyeztek. Ezt másnap egy 5,7-es erősségű rengés követte. Gorzs megyét mérsékelt szeizmikus aktivitású térségként tartják számon. Hatékonyabb lehet a csoportos panasztétel a magyar közösségeket ért jogsérelmek esetén. Erre hívja fel a figyelmet a Székely Figyelő Alapítvány. Jó példát is ismertettek erre. Folyamatosan támadásokat intéz a Dan Tanasa által vezetett szervezet a Székelyföldi Önkormányzatok magyar nyelvű kiadványai ellen. Eddig 10 település ellen 15 esetben indított ezek miatt eljárássorozatot. Hatékony lehet, ha nem csak az önkormányzatok s a Székely Figyelő Alapítvány perel, hanem a jogsértett közösség is, véli Árus Zsolt. Tulajdonképpen a gondolatnak a lényege az, hogy az a jó, hogyha maga a jogsértett fordul bírósághoz, mert ugyan jogunk van nekünk is, mint jogi szervezetnek ezt megtenni az ő nevükben, ellenben másképp néz ki az, hogyha maga a közösség tesz panaszt, illetve főleg másképp néz ki az, hogyha ezt a panaszt sokan alátámasztják, mert akkor a bíróság számára is világossá válik az, hogy nem egyedi esetről van szó, nem egy-két embert érintő kérdés, hanem közösséget érintő problémáról. A jogvédő szervezet elnöke jó példát is ismertetett erre, Gyergyó Remete esetét. Jó példa a Remete helylapnak az ügye, aminek
A története az, hogy immár harmadszor tett panaszt a diszkriminációs tanácsnál ez az ADEC nevű egyesület a Remete helyi lap miatt. Azért, mert az ő álláspontjuk az, hogy ez a községnek a hivatalos kiadványa, mint ilyen románul kell megjelentetni, és esetleg le lehet fordítani magyarra is, hogyha arra van helyileg igény. Sajnos a tanács legalábbis most a harmadik esetben igazat adott, és megbüntette 2001-re a remetei községet. Annak ellenére, hogy a tanácsnak az elnöke, aki jogász, és pontosan ismeri a helyzetet, és pontosan tudja, hogy ez mennyiben jogos vagy jogtalan, külön véleményben fogalmazta, meg részletesen átámasztva, megindokolva, hogy teljesen jogszerű lapot megjelentetni magyar nyelven, semmiféle jogsértés nem jelent. Ennek ellenére történik az, és ez sokszor történik meg sajnos, hogy a diszkriminációs tanács, melynek tagjai nem is jogászok, hanem mindenféle különböző szakmájuk van, nem a törvényeket tartják szem előtt, hanem azt, hogy egy korábbi esetben, hasonló ügyben valamelyik bíróság hogyan döntött, és azt ahhoz igazodnak. Ez történt most is, megbüntették Remetét, Remete ezt megtámadta a bíróságon, természetesen elvesztette, a román bíróságról van szó, és sajnos ez jellemző rájuk. Megfelebezte, és a felebezés pillanatában a székelyfigyelés beavatkozott a perbe. Azóta ismerjük ennek az ügynek a részleteit, és innek után a másodfokon is vesztette az önkormányzat. Elsősorban megtettük azt, amit meg szoktunk ilyenkor tenni, panaszra fordultuk az emberjogi bírósághoz, de ugyanakkor javaslatot tettünk a község önkormányzatának, hogy nyújtsanak be egy csoportos panaszt a helyi lakók is. Most ezt a javaslatunkat meghallgatták, megfogadták, és mondhatni szokás szerint, ezt túlzás nélkül mondhatom, Remete hitet magáért most is, 469 személy csatlakozott el a csoportos panaszhoz, úgyhogy egy nagyon terjedelmes csomag ment el tavaly december végén Strasbourgba, amiben ott már ez a 469 személy, akik megbízták az ügyvédet, hogy őket képviselje. Az elmúlt napokban több olyan bírósági ítélet is született Székelyföldön, amelyek esetében hasonlóan lehetne fellépni. Az eljárás ismertetésében és lefuttatásában szívesen vállal részt a Székely Figyelő Alapítvány. Több mint négyszeresére, 100 000 forintra növeli a magyar kormány a Szülőföldön Magyarul program keretében nyújtott oktatási-nevelési támogatást. A támogatást növeléséről tavaly ősszel a Magyar Állandó Értekezlet ülésén egyeztettek. Ezt a döntést erősítették meg a kolozsvári sajtótájékoztatón. Szeptembertől a szorvány közösségeket szolgáló iskolabusz hálózatot is indítanak Romániában a magyar kormány támogatásával, a Rákóczi Szövetséggel és az Iskola Alapítvánnyal közösen. Még mindig Romániában történik lakosság arányosan a legtöbb halálos kimenetelű közúti baleset az Unióban, derül ki az Európai Bizottság által közzétett előzetes adataiból. A közlekedés Svédországban a legbiztonságosabb. Az elmúlt évben megközelítőleg 20 600 személy vesztette életét közúti balesetben az Európai Unióban, közölte kedden az Európai Bizottság. Ez 3%-kal több, mint 2021-ben, de 10%-kal kevesebb, mint a világjárvány előtti évben, 2019-ben. Továbbra is Romániában történik lakosság arányosan a legtöbb halálos baleset az Unióban. Sándor Gábor a szállításügyi és infrastrukturális minisztérium államtitkára szerint a bicikliutak kiépítése csökkenti a kockázatot, mert ezáltal nem keresztezik egymás útját a különböző sebességgel haladó közlekedési járművek. Másodszorban a felügyelet, a közlekedési felügyelet az, ami teljesíthetné a szabálykövetést Romániában, az, hogy a tévedési lehetőségeket rövidre zárjuk, ez is meg lesz valósítva 2024 év végéig. 1000 kamera kerül felszerelésre a forgalomban, ami azt jelenti, hogy átlagban minden 10 kilométerenként számíthatunk majd egy közlekedés követő kamera telepítésére. Noha a közúti infrastruktúra romániai fejletlenségek közismert, úgy vélte nem ennek hiányosságai jelentik a fő gondot, hanem a közlekedés résztvevőinek nem megfelelő hozzáállása. Elmondta, a balesetek 67%-át emberi mulasztás okozza. Ezzel keresztesi Ernő autós oktató is egyetért, szerinte növelni kellene a felelőtlen sofőrökre kiszabható büntetések mértékét. A baleseteknek a legfőbb okai a túlzott nagy sebesség, vagyis a
nem tartják be a sebességet, elveszítik a kontrollt a gépjármű irányítása fölött, és ekkor keletkezik a legtöbb baleset. Ez van az első helyen. Második helyen található az alkohol meg a kábítószerfogyasztás. Akkor nagyon bátrak lesznek, és nagyon súlyos baleseteket képesek előidézni. És így tovább az elsőbség megnemadás következik, szabálytalan előzés. A halálos balesetek arányának rangsora nem változott jelentősen a világjárvány előtti időszakhoz képest. 2022-ben is Svédországban és Dániában voltak a legbiztonságosabb közutak. Előbbiben az 1 millióra eső halálos balesetek száma 21, utóbbiban 26. Romániában a legmagasabb ez a szám 86, ezt követi Bulgária 78-al. A rendelkezésre álló 2021-es adatok alapján az EU-ban a halálos kimenetelő közúti balesetek 52%-a vidéki utakon történt, míg 39%-a városokban és 9%-a autópályákon. Az István a Király székelyföldi nagyprodukció sikerének lenyomataként külön társulatba szerveződött a produkció valamennyi résztvevője. A székelyföldi nagyprodukció társulat első előadása március 15-e szellemében készül. A zenei produkciót a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében mutatják be március 16-án csütörtökön. A társulat az első székelyföldi István a Király előadás szólistáit, rockzenekarát, szimfonikusait, kórustagjait, táncosait, valamint alkotói és szervező csapatát foglalja magában. Égisze alatt kisebb-nagyobb zenés, színházi előadásokkal készülnek majd, és feltett szándékuk minél több társulati tagot foglalkoztatni. A 27 szólistából, 33 szimfonikusból, 63 táncosból, a több mint 100 kórustagból, valamint a rockzenekart. Az István a Király székelyföldi nagyprodukció ezután is része lesz repertoárjuknak, de az elkövetkezendő időszakban más előadásokkal is készülnek. Jelentős múltra tekint vissza Alsó-Sófalván a farsang temetési mulatság, már turisztikai látványosságnak számít, ahova sokan ellátogatnak, de elsősorban a falubelieknek a legnagyobb élmény. Hamvazó szerdán reggel 10-kor a kultúrháznál gyülekezett falujáráshoz az íjést sirató gyászsereg, majd innen indultak a hosszú útnak, több mint 10 tematikus állomásnál siratták el íjést. Ez a múlt század 10-es éveiben indult, kizárólag férfiak álltak össze teljesen spontán önszerveződve, és próbálták a farsangot eltemetni, lezárni. Az évek, évtizedek folyamán változott ez, igazából a két világháború közt csatlakoztak be asszonyok, az előtt kizárólag férfiak voltak, és ők kezdik szervezni, mint a nők kezdik megszervezni ezt az egész farsangtemetést. Igazából ez a hagyományos népi munkák, mesterségek is bekötődnek. A farsang időszakban nem csak hogy a párválasztás időszaka volt, hanem igazából elvégezték a téli munkákat, a tolutépést, a kukoricafelhán felpucolás, ami még maradott, vagy bármi fonás, szövésfonás, minden ide kötődött. És tovább menve a második világháborút követően akkor szinte kizárólag a nők szervezték meg, a pap és a fia, a nevezetes fia, ő aki férfi ebben a csoportban, csapatban, és
így megy néhány évet, és akkor megszakad, akár egy évtizedre is. Valójában 86-tól mondhatjuk azt, hogy a szakadás nélkül tovább folyik ez az egész, és akkor ilyen finom vegyes formában, igazából a gerincét idősebb személyek, síratóasszonyok és férfiak töltik be, és ehhez csatlakoznak úgymond fiatalabbak, és most már lassan 100 személyre tehető. Ez az aktív utcán járó csapatot feltöltő személyek, ez önszerveződés. Ebben igazából nincs ilyen, hogy behívjuk, hanem igazából tudja mindenki, hogy ekkor van a farsangtelme, ezt meg előzően van a megyei, amire már kezdnek készülni, és akkor majd bejelentkeznek, inkább bejelentkezik, aki részt szeretne venni. Igazából megvan, hogy kinek mi a szerepe. Ez, amíg nem adja fel az illető személy, addig ő azt a szerepkört tölti be. Miután belefárad, vagy csak részvevő akar lenni, akkor átveszi más a helyét. A tél búcsúztatásához úgy az idősek, mint a fiatalok szívesen csatlakoznak, mindenki számára különleges élmény az alakoskodás, a játék, a bolondozás. Miért vagy itt, és miért szereted, hogy itt vagy? Hát... Azért, mert jó szórakozás, és azért vagyok itt, mert nagyon szeretem ezt a hagyományt. Minek vagy beöltözve? Síratóasszony vagy asszony. Volt szereped is? Nem. De szeretnéd, hogy majd legyen? Szeretném. A nap végén íj és temetésére az iskola udvarán került sor, ahol már több száz fős tömeg vett részt a hagyományőrző eseményen, amely torral ért véget. Elégettetik egyedül magában, mert a gonosz halál őt elszólította. A székelyudvarhelyi soros havi tanácsülésen több más határozat tervezet mellett az ifjúsági lakások bérlőinek névjegyzékét is elfogadta az önkormányzati testület. Ennek értelmében a teljesen új ifjúsági lakásokba 28, míg egy 2010-es építésű megüresedett ifjúsági lakásba további egy fiatal család költözhet be. A leendő bérlők a pontozás után kialakult listán szereplő sorrend szerint december végén kiválasztották, hogy melyik lakrészbe szeretnének beköltözni. A bérlők igényeihez igazodva a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága egy előzetesen egyeztetett program szerint lehetővé tette, hogy a fiatalok lemérhessék a lakásokat annak érdekében, hogy minél hamarabb be is tudják rendezni azokat. Következik a bérleti szerződések megkötése, azt követően pedig minden bérlőnek külön szerződést kell kötnie a villany és a gázszolgáltatóval. Megfelelő körülmények várják azokat, akik a borszéki sportcsarnokot választanák testmozgásra vagy egyéb tevékenységre. A 2008-ban kormánypénzből épült létesítmény általános felújítást hajtottak végre az elmúlt egy évben, melynek köszönhetően jelentősen javultak a sportolási körülmények. Korábban annak kapcsán kerestük fel a borszéki stadion utcában található sportcsarnokot és annak környékét, mert közel 18 millió lejes beruházás révén kibővül és megújul a sportbázis. Amint akkor Mik József, a település polgármestere elmondta, a munkálatokat az Országos Beruházási Ügynökség, a CSENEI végzi, a kivitelezést pedig ez év tavaszán kezdik el. A beruházással nem csak a helyi sportéletet lendítenék fel újra, hanem a turisztikai szolgáltatásokat is bővíteni tudnák a településen. Időközben a meglévő sportcsarnok felújítása is szükségszerűvé vált, ugyanis az elmúlt években több probléma felmerült, amellett, hogy a fűtésrendszer nem működött megfelelően, a tetőzete is folyamatosan beázott a létesítménynek, így a sporttevékenység folytatása sokszor kellemetlen élménynek bizonyult. Ezek az állapotok most már a múlté, az épület felújítását tavaly kezdte el az önkormányzat. Ennek során az épülethez tartozó kazánházat tették rendbe, a benne található felszerelésekkel együtt. Vadonatúj 100 kW-os kazánt is kapott a létesítmény,
ugyanakkor a fűtésvezetékeket is kicserélték. Ennek köszönhetően az épületben jelentősen javult a hőkomfort, a rendszer működtetése pedig hatékony és költségkímélő is lett. Mindezek mellett új tetőzetet kapott az épület, ezzel a beázási problémák is megszűntek. Ugyanakkor a belső általános felújításra is sor került, ami a javítás költségeit illeti, közel 380 ezer lejbe került a tetőjavítás, 452 ezer lejbe pedig a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve 44 ezer lejt költöttek a belső javításokra. Így az összköltség eléri a 876 ezer lejt, amit kizárólag saját forrásból biztosított az önkormányzat. Nyereményjátékot indít idén is a Székelyföld Televízió, közösen a Benedek húsüzemmel. Magánhirdetőink között gazdag húsvéti kosarakat sorsolunk ki. Akinek több tombolája van, az nagyobb eséllyel nyerhet. Most még inkább érdemes képújságunkban hirdetni. Nagyszabású nyereményjátékkal kedveskedik hirdetőinek a Székelyföld Televízió. 5 szerencsés hirdető egyenként 300 lejértékű húsvéti kosarat nyerhet a Benedek húsüzem finomabbnál finomabb termékeivel megrakva, mely által igazán gazdag lehet a húsvéti asztal. A kosárba kerül többek között kocsonya, pástétom, száraz és méteres kolbász, sonka, szalonna, tepertyű, tűrt hús felvágottak is. A nyereményjátékban részt vehetnek azok a magánszemélyek, akik magánjellegű hirdetéseiket a Székelyföld TV képújságjában teszik közzé. A hirdetéseket feltehetik a Székelyföld TV Gyergyószentmiklósi titkárságán, valamint más hirdetés felvevő pontokon is. Azon nézőink, akiknek nincs lehetőségük felkeresni valamely hirdetés felvevő pontot, telefonon egyeztethetnek hirdetésük tartalmáról a képernyőn is látható telefonszámon. Minden egyes március 31-éig legalább 3 napra feltett hirdetésért egy tombola jár. Aki több hirdetést tesz fel, az értelemszerűen több tombolát kap, így nagyobb esélye lesz a nyereményre. A sorsolásra április 3-án kerül sor, a gazda kosarakat még húsvét előtt átadjuk a nyerteseknek. A játék szabályairól a Székelyföld TV titkárságán érdeklődhetnek. Most még inkább megéri nálunk hirdetni, hiszen megajándékozzuk hirdetőinket. A napszemle végén még egyszer mutatjuk a fontosabbakat. Ismét megjelentek a munkagépek a Kossuth Lajos utcában Gyergyószentmiklóson. Kijavítják a gödröket. Hatékonyabb lehet a csoportos panasztétel a magyar közösségeket ért jogsérelmek esetén. Hívja fel a figyelmet a székelyfigyelő. Megújult a borszéki sportcsarnok, így megfelelő körülmények várják a testmozgást kedvelőket. Köszönöm a figyelmüket, akik pedig tartják a torkos csütörtököt, azoknak jó étvágyat kívánunk. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.